Hagyományosan toborzóval vette kezdetét a megemlékezés Alsóörsön. A füredi fúvószenekar csalogatta a Szabadságtérre, a hősök emlékdombjához az embereket. Itt koszorúkat helyeztek el a hősök tiszteletére. A szép számban összegyűlt megemlékezők a zenekar kíséretében levonultak az Eötvös Károly művelődési házig, ahol ismét koszorúzásra került sor. A ház falán elhelyezett emléktábla Kossuth segédtisztjének, Máj János honvéd századosnak az emlékét hirdeti, aki a helyiek emlékezete szerint 1849-ben Alsóörsön halt hősi halált a hazáért és a szabadságért. Az épület nagy termében állni Vörös Marti Éva, a Veszprém megyei közgyűlés képviselőasszonya mondott beszédet. Ha van szép és reményt keltő nemzeti ünnep, az március 15-e. Ezt a napot nagyon lehet szeretni. Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van. Ennek a napnak köszönhetjük a himnusz születését, zászlónk színeinek hivatalossá válását, azt, hogy Pozsony helyett Budapest lett a főváros, valamint, hogy a latin helyett a magyar a hivatalos nyelv. Ezentúl fontos tanulságokat tanulhatunk, mint például az összefogás, a kitartás és a tenni akarás ereje. Függetlenségi harcunk akkor ugyan elbukott, de az áldozat nem volt hiába való. A küzdelem meghozta gyümölcsét. A modern, polgári Magyarország megszületett, fejlődését nem lehetett többé feltartóztatni. Magyarként, Veszprém megyei és alsóörsi polgárként legyünk büszkék március 15 jeles személyiségeire. Legyünk büszkék a reformkor, a forradalom és szabadságharc híres és ismeretlen nagyjaira, legyen szó országos politikusról, vagy a hazájáért vérét hullató egyszerű honvédről. A mai ünnep egyik üzenete éppen az, amit ezek az emberek jelképesen megtestesítenek. Hazánk minden polgára. A magyar nemzet minden tagja együtt, egyetértésben és békében kell, hogy szolgálja az ország, a magyarság, vagy éppen a szűkebb közösség javát, a közjót, ki a maga helyén, lehetőségei és tehetsége szerint. Mindenki tekintse szívügyének az ország szellemi, lelki és anyagi felvirágoztatását. Nem csak a felnőttek, nem csak azok, akik részben vagy egészben megtették már a magukét, hanem a fiatalok is. Hazánkban ma is nagy átalakítások zajlanak, ami néha nehézséggel, lemondással jár. De a megújulás célja az, hogy európai polgárhoz méltón éljünk mind a szellemi, mind az anyagi javak tekintetében. A ma nemzedékének az a küzdelme, hogy ebben a hazában teremtse meg saját és közösségének gyarapodó feltételeit. Legyünk hűek a 48-49-es forradalom és szabadságharc hőseihez. Zárta gondolatait a szónok. Jókai, Vasvári, nemzeti színű szalaggal indult a Pilvax kávéházba. Az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ 7. osztályos tanulói Novákné Juhász Andrea tanárnő felkészítésével elevenítették fel a 166 évvel ezelőtt történteket. Földre szállt a legszebb angyal, Isten elvidálmivel, hogy fölkeresse, megtekintse a legszebbik szép lány. Megtalálta, megszerette, és ezentúl rája nézve szebb volt a föld, mint a menny. Ezért is minden éjjel lelejárt a szép lányhoz, csillagról csillagba lépve, és mindön elérte már a legalsó csillagot, ott egy hattyúra ült, egy fehér hattyúra,